1944. szeptember 6-án 11 órakor vadászgépek kíséretében három hullámban érkeztek Nyíregyházára az amerikai nehézbombázók. Az első hullám célt tévesztett, de a második pontos találattal érte el a vasútállomást és környékét. A vele szemben álló Szabolcs Hotel is hamuvá vált, de a legnagyobb tragédia az volt, hogy rengeteg lakóházat is találat ért, ami civil életeket követelt. A nyíregyházi vasútállomáson megemlékezést tartottak a 79 évvel ezelőtti háborús áldozatok tiszteletére. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke szerint, ha a történelem az élet tanító mestere, akkor a jelenkori nemzedéknek azért kell dolgoznia, hogy hasonló pusztítás ne történhessen meg ismét. Sajnos az emberi történelem már többször beigazolta azt, hogy amikor valamit elfelejtünk, akkor az bekövetkezik újra, és ezért nagyon fontos az, hogy a háború borzalmaira azt mindig emlékeztessük az utánunk következő nemzedéket, és ne csak emlékeztessük őket, hanem valóban legyenek üzenetek, legyenek kövek, legyenek jelképek arra vonatkozó, hogy ez mindig úgymond mementóként, figyelmeztetőként ott álljon a mi életünkben is, hiszen láthatjuk azt, hogy most a szomszédunkban éppen háborúdul, azok a borzalmak, amelyeket itt Nyíregyházan is megéltek, azok most a mindennapok részévé váltak, és nagyon fontos az, hogy ez itt Magyarországon ne történhessen meg még egyszer. Jászai Menyhért úgy fogalmazott, a tőzsgyökeres nyíregyházi családok közül sokakat érint személyesen is a tragédia. A nyíregyháziak számára ez egy sokkoló bombázás volt Nyíregyháza területén. Először találkoztak ilyen mérő pusztítással, és hát nagyon sok lakóház megsemmisült, nagyon sok ember megsérült, elhunytak. Tehát ez a nyíregyháziak, a tőzsgyökeres nyíregyháziak, akinek a szülei, nagyszülei ezt átélték, itt a városban élénken él a családi hagyományokban is, tehát ez az emlékezetünknek a szerves része. Holmár Zoltán történész a megemlékezésen felidézte a bombázás eseményeit és az azt követő veszteségeket. Az első napi összeszámolás eredményeképpen 80 halottat számoltak össze, ez később 126 főre nőtt, tehát a legnagyobb kár az a személyi kár volt ebből a tekintetből, és azért is, mert ez volt az első eset a történelemben, Nyíregyháza történetében, hogy a háború poklával először szembesültek az itt lakók, hiszen az első világháborúban a város még hátország volt, nem érintkezett közvetlenül fronttal, viszont a másik világháborúban ugye a levegőben az amerikai gépek, a szárazföldön pedig már közeledett a szovjet vörös hadsereg több alakulata is, ugye az ukrán front. Szembe kellett nézni az elkövetkező hónapokban a városnak a legkeményebb időszakával. Hozzátette, az emberi életek mellett az anyagi kár is jelentős volt, mivel a Vécsei, a Lehel, a Deák Ferenc és a József András utcát is érték találatok. A becslések szerint a bombázás következtében mintegy 74,5 millió pengő veszteség keletkezett.